Szép számú szurkolótábor támogatta a vendégeket, talán ezért kezdték jobban a mérkőzést. Az első negyedet 24-18-ra nyerte a Jászberény. A második 10 percben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nagyon motivált jászsági gárda, és ekkor úgy tűnt, hogy el is dőlt a találkozó. A nagy szünet után azonban egy új Nyíregyháza futott ki a pályára, Krisztanovicsék egy 13-1-es szakasz repeszve felzárkóztak, majd a vezetést is átvették a kék cápák. A Jászberény azonban nem tört meg, fordítani tudott, és mivel a hajrában Horváth Ákos két kosarára nem érkezett válasz a hazai oldalról, a vendégek 6 pontos győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Ez a siker a Jászberénynek a bennmaradás jelentette. A hazaiak a harmadik negyedben mutatott játékukra alapozhatnak a rájuk váró osztályozó előtt. Mi győzni szerettünk volna a hazai pályán, mindenféleképpen szerettünk volna győzni, ezt sajnos csak a második félidőben mutattuk meg, akkor viszont 5 perc alatt ledolgoztuk azt a 16 pontos hátrányt, amit az első félidőben összeszedtünk, és úgy gondolom, hogy abban meg is mutattuk az erőnket, remélem, hogy majd a play-outban ezt az arcunkat fogjuk mutatni. A játékosként Nyíregyházán is szereplő Szrecskó Szekulovics szerint a mérkőzés forgatókönyve ugyanolyan volt, mint a két csapat előző három találkozóján. Mi vezetünk 16 pont, utána visszajön, gondolunk, de végig a meccs. Kicsit nem szorokozunk, csak tiszta helyzetek nem tud dobni. Második félidő induló első hármas öres volt a Dremicsin, utána volt a Rákics, és kiadjunk. Persze a Nyíregyháza nem gyenge csapat, és visszajön az eredmény. Nagyon nehéz nálunk is volt mentálisan, ez mi tudunk, de muszáj nyerni, de akarok bemaradni, de nem játszik play-out. És nagyon nehéz volt, és nagyon örülök, hogy sikerül. Az Alsóház másik meccsén a MAFC 83-76-ra legyőzte a Szegedet, de ettől függetlenül a fővárosiak is osztályozóra kényszerülnek. A két nyert meccsig tartó párharc időpontjéről még egyeztetnek a felek, az viszont biztos, hogy az első, és amennyiben szükséges, a harmadik találkozó helyszíne is Budapest lesz, azaz a nyíregyháziaknak legalább egyszer idegenben kell nyerni ahhoz, hogy jövőre is az első osztályban játszhassanak.